Full HD Klub. Filmek, sorozatok, meg minden. Újra itt van a Full HD Klub. Sziasztok! Hello, sziasztok! Sziasztok! Tényleg az elején nem is szoktunk sziázni. Hogyne. De milyenek vagyunk már? Én azért előtt fordulok. Tényleg? Csak én nem köszönöm. Dehogy nem. Ez borzasztó. Pedig, ugye a múlt héten már ugye kicsit a gyermeki énünket elővéve örültünk a rév, elsősorban a régebbi rajzfilmeknek és animációknak azért. Hát igen, mindig valahogy elektrózásnál kötünk. Igen, ez valószínűleg a korra jel. Na, de az a lényeg, hogy most is ezt fogjuk valamelyest csinálni, de egy friss tartalommal kezdünk, ami tőlem, mondjuk úgy, hogy kicsit távol áll, de a Gáborhoz közel? Hát közelebb. Nálad feltétlenül. Valószínűleg Csabánál is. Közelebb. Nem elég távol. Igen, mert ezek a szörnyesek, de még azok a régi japán ilyen, nem, az sem. Jó, akkor mindegy, de ettől még tök izgi maga a téma, úgyhogy csak mindig elfelejtem, hogy milyen filmek ezek, Gábor Déci. Monstrosity. Monstrosity film, nem? Ezek a Monstrosity úgy hívtak régen. Hát az is, hogy angolul megfelelője, de amúgy alapvetően, hogyha a japán származását, eredetét nézzük, akkor kaiju filmek. Ugye de ugyanezt jelenti, hogy szörnyes filmek? Hát ezek az óriás szörnyes filmek. Tehát ez amikor ezek a városban lépdes és rombol, ez a fajta, ez a kaiju, amit... Az elefánt a porcelánboltba, japánul kaiju. Így, valaminek elég régi a hagyománya. Noha, ha hozzávesszük, akkor ugye már Amerikában is 1933-ban ott volt a kaiju film, ugye a King Kong. Igen. Amiből aztán... Sőt, már 20 van, amennyiben is volt néma is belőle. Ez volt az, de 33-as. A 33 az már hangos. A 33 az hangos volt. Hangos. És a néma 20 van valami. Úgy tudom, hogy ez volt az első. 22-es. Volt valami, régebbi... Uh-huh. Van néma. Én úgy tudom. És az lehet, hogy rövid film volt. Az ilyen nagyon, nagyon darabos volt még. Hát a 33-as is. Nem, 33-asban van hang, az már egész mód. És utána megvan a... A Jessica Lange-es, a 70-es, a Jack Bridges-en. És onnan mindegyik szörnyű nekem, de mindegy. És aztán az legújabb, Adrian Brody is. Adrian Brody, hát az vállalhatatlan. Peter Jackson. Mindegy, csak hogy a régibe, ahogy mondod, behozták ezt a figurát a városba, ne felejtsük el. Tehát nem ő jön be a városba, hanem valami barom berakja, és elhozzák egy hajóval. Hát látványosságnak, ugye ez a lényege, hogy látványosságnak. És a Monster City erről szólt, a városon kívüli ilyen, a cirkusz, a slideshow theatert kivitték a város szélére, és ott mutogatták ezeket az ilyen szörnyű dolgokat, amiket majd egyébként a fókusz meg a napló fed le ezt a szintet. Tehát ezeket a fajta dolgokat, és ezt a fajta dolgot, ugye, hogy be van zárva, és ott az elefántember, meg a tors, stb. És abban volt a King Kong, meg ez az őrületes nagy emberinek tűnő, de mégis ilyen állat, ami aztán ezt az urbanizmus dolgra haragszik, és ugye felmászik a falikus szimbólumra, hogy tovább sorolja meg az egész, de az egészben van valami ilyesmi. Igen. Sőt, nagyon sok ilyen rejtett dolog, hát eleve az alfaság, amit a férfi akar bizonyítani a nőnek, hogy ő elhozza ezt az állatot, hát más dolog, hogy az egy kicsit erősebb nála leegyszerűsítve a dolgot, de hogy azt, hogy ezt még össze-vissza keverik, mert hogy ugye szörnyekről beszéltünk, tehát ugye Godzilla, King Kong, hogy az a lényeg, hogy nagy legyen és romboljon, és akkor a fiúk örülnek. Jó kis sztereotíp mondat volt. Igen, így van, mert ugye azért ebben mindig egy kicsit azért több is volt, ma ugye benne van alapvetően ez a legalantasabb ösztönöket kielégítő szórakoztatás, hogy egy óriási szörny szétzúzza a város, mindig a városba kell lenni, és mindig felhőkarcolók között, és le kell rombolnia. Ez a Szentváros, egy nagyon jó város. Tehát, hogy ez pontos, hogy a természet ereje, ugye az urbánus megközelítés szemben, plusz ugye az is egy nagyon erős adalék hozzá, mondjuk konkrétan mondjuk a Godzilla franchise-hoz, ami ugye most már tényleg ilyen, nem tudom, 70 év körül van, tehát tényleg elég régi, hogy ez embernek köszönhető egyáltalán, hogy létrejött az, ami őt elpusztítja, hiszen ugye az atomkísérletek, amik ugye pont az 50-es években elég erősen mentek a csendes-óceáni területeken is többek között, hogy ezek hívták életre mondjuk Godzillát, és aztán ami rombolja le, és az se volt mindig egyértelmű, hogy Godzilla most gonosz-e, vagy nem. Igazából csak egy meg állat, nem értettem. Egy állat, amelyik csak igazából az ösztönnek, vagy gonosz, amelyik szétrombolja a várost, ez megint más a japán és a későbbi amerikai szemszögből, vagy mert hogy ott inkább az van, hogy nem, ő megvédi konkrétan az emberiséget az egyéb
méretéhez hasonló szörnyekkel szemben. Igen. Tehát, hogy a Godzilla-nak is volt, van gonosz, jó, stb. Több megtestesülése, kivetülése, de az, és ez nagyon érdekes, hogy ezt hogy kezelik. Nem csak, bocs, hogy közbevágtam, hogy mondtad, hogy a japán sztoriról van szó, hogy nem véletlen, hogy ők az atom kísérletekre reagáltak. Hát igen, Nagasaki pontosan, és Hiroshima után. Bár mondjuk furam módon ragadták meg ezt a problémát, nem? Hát valószínűleg nem csak így, de ez is egy része volt a dolognak. Azért ez a nemzeti trauma valószínűleg elég sokáig, sőt máig ugye ott van bennük, de hogy ez volt az, lehet, hogy ez volt az egyik kivetülése ennek. És hát ugye most jön a mozikba, illetve hát már játsszák a mozikba pontosabban a legújabb amerikai Godzilla filmet, ez a Godzilla X Kong az új birodalom címet viseli. Én nem találok szavakat. Már elnézést, de amikor kijött az, hogy Kong Koponya sziget, én már ott azt mondtam, hogy figyeljetek, nem. Hát, mert a Koponya szigeten van a Kong. Én tudom, na de ez... Hát a King Kong, meg Ben Hur, tehát ezek ilyen hangok, ugye, hogyha majd veszük, hogy mi van kint. Hát jó, persze kellenek ezek az ilyen hangzatos nevek, stb. Igen, ha már hangok, a Kongnak hívják. A Kong Koponya szigetben, hogyha valaki most nézné meg, a mi hírszerkesztőnk Kárpáti Iván az, aki a híradós jelenetnél a hírolvasó hangja. Ezt csak gondoltam, hogy menőzünk egy kicsit. Na, helyes, így van. Ugye a Kong ugye az a neve, ez a neve, hogy Kong, nem King Kongnak hívják, csak ő a sziget királya, ezért King Kong, tehát nem ez a neve, néki. Szóval igen, hogy amikor a Godzilla franchise beindult Japánban, és érdekes, hogy ebből csak annyivel később csináltak először az amerikaiak, mert ugye Kong már mindenkivel összecsapott, vagy Godzilla, de Konggal is már benne volt a régi japán filmekben, átvették Kongot ugye az amerikaiaktól, volt mindenféle szörnyek, volt fia, a Kongnak már volt fia is, tehát van egy Kong fia című, szintén nagyon-nagyon régen készült egyébként. Mindenkinek van az fia. Az még a fekete-fehér irába készült. Kongson. Son of Kong. Kongson. Son of Kong egyébként. Tehát, hogy, de hogy ez már szintén a fekete-fehér irába. Megint félbeszakítalak, mert én most ezt nem értem. Párhuzamosan elindult ez a szörnyet, használunk arra, hogy romboljon Japánban a Godzilla-val, és Amerikában King Kong-gal. Igen, prehisztorikus, tehát fontos, hogy régről jön ez az erő. Tehát ez a régi erő a Jurassic-ból, vagy nem tudom, Devon-ból. Nem tudjuk, hogy hatottak-e egymásra? Tehát, hogy itt most valamelyik generált a másikat? Minden világot zúzza szét a régi világ. Simán lehet, hogy hatott Kong a Godzilla-ra egyébként. Mert az volt elő. Igen, ahogy a japánok hívják Gojira-ra. Godzilla, igen. Hát ott úgy hívják, csak az angol elnevezés, hogy Godzilla, ott mindenki Godzilla. Igen, és hogy aztán lett crossover köztük a japán verzióban is, és nagyon-nagyon sok szörnyel megküzdött, és hogy tényleg csak 1998-ban jött ki az első rendes amerikai Godzilla film, ugye Roland Emmerich-től, aki sokan akkor a függetlenség napja után volt, tehát a karrierje csúcsán, letarolt a világot azzal a filmjével, és akkor mindenki várta, hogy na most megint egy hasonlót csinál, és tényleg ambícióban nem volt kevesebb a Godzilla sem, de hogy mennyire más volt, mint a japán verzió, hát nem is tartják jó filmnek egyáltalán, talán Arany Márnára is jelölték, ha jól emlékszem. Egyébként van benne számomra bűnös élvezett faktor, igen, nem jó a film, kétségtelen, borzasztó színészi alakításokkal, ma már azért nem mindenhol pöpec CGI effektekkel, akkor egyébként jól nézett ki, de valahogy mégis van egy olyan sodrása, amire nem tudom azt mondani, hogy azért szórakoztató, ahol lássuk be. És igazából, nem, szerintem ez máig megvan, nem annyira régen újra néztem, és így máig megvan ez bűnös élvezet, ez ciki, de van ez ilyen, van. Ilyen. És ez tovább vinne lépés, ugye az ultraállatság, a Terminátor Predator összecsapás, ugye volt ilyen is? Nem, Predator Alien. Alien, na hát az kész, tehát azt gondolom, hogy tényleg a... Hát két szifi műfaj, aztán a stúdió rájött, hogy mind a kettő nála van, hát akkor mi nem tudunk csinálni egy crossover-t, ugye általában ez a crossover-eknek akadálya, hogy máshol vannak a jogok, de hogyha ugyanott, hát és elég késő jöttek el ott is, hogy talán ebből is lehet valamit csinálni, az más kérdés, hogy milyen lett, hát természetesen nem jó. A Predator az még érdekes volt, mert nem látszik. Ugye? Az nagyon nem látszik, sokáig, igen. Nem látszik, és az azért volt jó, hogy legalább nem látszik. Igen. Külön-külön jó franchise-ok együtt már nem annyira. Nem működnek, így van. Igen. De hogy 98-ban, és hát nem szerepelt annyira jól, mint várták, ettől függetlenül teljesen más dizájnt kapott. Inkább úgy nézett ki, mint egy dinoszaurusz. Igen. Ugye Godzilla azért két lábon jár, kiegyenesedett, ilyen geek-szerű kinézete van, de alapvetően ki van egyenesedve, és úgy jár kell, míg ez a Emmerich-féle Godzilla sokkal inkább ilyen állatiasabb volt,
begörnyedve járkált, úgy nézett ki, mint egy dínó, és ott is behozták természetesen ezt a szálat, már ott, hogy ő nem gonosz, igazából csak egy állat, ott sokkal inkább állatként ábrázolták, mert aztán a franchise-t ugye 2014-ben indította újra Hollywood, 2014-es Godzillával, ami teljesen más szellembe fogant, mint az Emmerich féle. Nem sokkal, tudom elképzelni, sokkal... hogy hogyan lehet az egyik ilyen vagy olyan. Más, tényleg más a hangvétele, más a stílusa, sokkal inkább olyan volt már Godzilla, mint az eredeti japán dizájnjában is, tehát nagyon, talán ilyen zömökebb volt, meg még nagyobb, de inkább arra mentek rá, kicsit, hát ezt most ilyen nagyon idézőjelben mondom, művészibb is volt, de tényleg nagyon idézőjelben mondom a stílusában, tehát nem egy ilyen agyatlan, full szemcsemege szórakoztatás, mint az Emmerichnél volt, hanem például itt nagyon sokszor, amikor éppen kezdődik egy bunyó, akkor így valami miatt mindig félre megy a kamera, és nem látjuk. Mintha valami szexi lenne. Igen, konkrétan, mintha éppen azt erre várunk, és így nem kapjuk meg. És most sem, de és mi? Nem tudom, mennyit kell várni, ez egy ilyen koncepció volt a filmben, hogy amikor nem akarták, hogy az egész filmben ezt lássuk, hanem ugye próbáltak az emberi történetekre is koncentrálni, aztán rájöttek, hogy igazából ennek a franchise-nak a közönsége nem erre vágyik, hanem az úzásra vágyik, és aztán később ezt megadták már a második részben, meg a Kong-Koponya-szigetben, aztán a Godzilla versus Kongban, és most valószínűleg az új filmben is, ami most már megy a mozikban. Tehát ugyanezeket tudja talán az Alligátor, meg az Anaconda, meg ezek az állatságok. Ebből jön. A Sharknado, szerintem a Sharknado lejjebb nem tudom mi van. Ötödik vízzáról léptek, nem tudom, a Sharknado, de mi van még lejjebb? Tehát azt, aki kitalálja, az 10 év szigorított mindenki, aki bármit csinált abban a filmben, nem? Tehát azonnal adni mindenkinek 10 évet. Tehát aki ilyet csinál, egy Sharknado, de most komolyan, tehát egy ilyen szívet. Előbb az a rögtön, hogy a feláldozhatókat így összerakták, hogy egyszer csak valaki azt mondja, hogy fogjunk össze különböző stúdiók, mert mondhatod, hogy mindig ez a probléma. És akkor egybe beraknák King Kongot, Godzillát, az Anakondát, a Predátort, Alient, hogy itt valami, és akkor az embereknek össze kéne fogniuk. Igen. De ez tartaná össze az embereket. Csak valahogy a környezetvédelmet is bele kéne keverni, hogy mindenképpen ilyen up-to-date lenne. Hát, ha minden stúdió, meg minden jogtulajdonos megegyezni, ami valószínűleg lehetetlen. Csak azt látjuk, hogy milyen az, amikor a Disneynek a Sonyval kell összedugni a fejét, hogy be tudják tenni a Marvel filmjékbe a Pókembert. Igen, ami a Sonynál van, ugye? És hát ebből is látjuk, hogy milyen összezördülések meg viták vannak csupán két stúdiók között. Tehát, hogyha még többnek kéne össze, hát az lehetetlen. Tehát akkor lehetne Pumukli vs. Neil Horgazon is, nem? Tehát hagyjuk már, tehát múltkoriról beszélgetést, amikor múltkor erről beszéltek, na mindegy, tehát így van, nagyon furcsa crossoverekre készülnek. Hány börtönt lehúzni? Emlékszem, hogy a 21 Jump Street-et a Men in Black-kel akarták nagyon sokáig crossoverként összehozni, hogy a Jonah Hill meg a Channing Tatumból Men in Black lesz. Nagyon sokáig komolyan tervezték, aztán nem. Tehát, hogyha mondom, hogy egy franchise, vagy több franchise este, akkor így benne vannak ezek a dolgok, és hát mit, Freddy versus Jason, tehát, hogy tényleg összehozták a horror ikonokat is egy filmbe, tehát hogy ezek itt szoktak lenni, és hát igen, a Godzilla-ban is így abszolút volt ez, mert a Godzilla versus Kong, ami most egy új franchise végül is, hiszen külön megágyaztak egy-egy filmmel, illetve Godzilla-nak két filmmel a két karakternek, majd a ugye, Covid... Segíts, mert Godzilla 2014-ből, igen? És a Godzilla 2, a Szörnyek Királya 2019-ből, illetve már 2017-ből jött ki a Kong Koponya-sziget, amit ugye már te is említettél, ami sztoriban korábban játszódik, az a 70-es években egyébként, és akkor lement ez, ezt már abszolút az univerzum építésre ment, már a filmek vége főcímé után ott volt a pluszjelenet, amiben már a következő résztnek ágyaztak meg, és akkor ugye a Covid miatt nem tudott mozikba kerülni a Godzilla versus Kong, amiben összehozták a két szörnyet egymás ellen, noha tudtuk, hogy tehát egyértelműen biztosak voltunk hogy benne, hogy jobban lesznek, és együtt fognak egy nagyobb, egy gonosz szörnyet. Nem, bocsánat, csak láttuk az ilyen szünetben fotókat, igen, hogy ott paroláznak egymással. Jobban vannak, pacsiznak, leülnek cégük van, kávézni. Elképesztő közös céggel, igen. Na mindegy. Nem, tehát, hogy tudtuk jól, hogy nem az a lényeg, hogy együtt egymással nem harcolnak, hanem hogy összefognak egy nagyobb és közös gonosz ellen. Az ember. Hát az ember alkotta... Mecha Godzilla. Ne. Ami szintén egyébként benne van a régi Godzilla filmekben. Van egy meg, egy ilyen nagy cápa. Olyan, az is van. Ős cápa. Ez a Megalodon, igen, volna meg. 47 méter, meg szóval. Így van, ezek oda 25 is, évet ezek adnék mindenkinek. Oda 25 év mindenkinek. Ezek is ebből fejlődtek. Meg az a Joe, az óriás gorilla, vagy mi az is, nem Joe. Mighty Joe Young, de az a fehér. Nem, az már a tombolás, a Rampage. Az a Rampage, igen, abban van a Dwayne Johnson, és akkor a Joe
Joe az óriás gorilla, az egy régebbi történetből, egy remake egyébként, ami a 90-es évek végén jött, a Charlize Theron, most se gondolsz. Semmire se gondolok, mert az a Joe az óriás gorilla. Összekevertem hát a tombolással. Az egy kategóriában a Hulk az mi? Mert ott egy ember alakul át, egy ilyen emberszerű. Ja, a Hulk. Hogy a, Hulk, ő... Hulk, nem tudom, hogy mondják. Hulk. Ilyen zöld. Hulk, igen. Szóval az ott semmi. Hát ahogy ugye megfogalmazta Andó a kedves Stanley, hogy ő semmit nem ért a fizikához, se a kémiához, jön a gamma sugár. Jó, itt most van egy ilyen izé, ugye ez egy tudós ember, és akkor addig vacakol, amíg aztán ő maga valamit lenyel. Nem, csak bekerül ebbe a sugárzásba, ő is a gamma sugárzásba, és akkor ha nagyon dühös, akkor Hulk lesz belőle. De szerintem azért... Ez egy külön személyiség, ott ugye mentek rá a skizofrénia dolgokra, mert ugye Hulk egy külön személyiség, tehát nem tudja irányítani egyik a másikat. Igen, de szerintem annyi... Egy másik én alakulott át. Igen, itt egy farkas ember, tehát hogy itt ez úgy működik. Igen, és akkor vannak ilyen kis trükkök, hogy hogyan higgadsz le. Szerintem igen. Így az saját gyerekéről. Az első farkas ember átalakulás azért az emlékszem. Oké, elkezd nyúlni az arca, meg a minden. Az a Londonban, vagy nem tudom melyik. Egy amerikai farkas ember Londonban. Amikor elkezd nyúlni a kezem. John meg, Landis. Na azért az a videó korszakban azért az működött. 80 valami. 80-as évek eleje, 82-es. Mert a Mike Nicholsnak a farkasa, ugye Jack Nicholsonnál és Michael Pfeiffer. Csak ott azért nem átalakult. A végén átalakult, de nincs ott az átalakult. Az nem a klasszik farkas ember, a farkas. Így van. De az amerikai, az a John Landis féle, azok forradalmi trükkök voltak. Igen. Meg maszkok. Ugye Rick Baker, aki 86 millió Oscart nyert, talán ez volt az első Oscarja. De 80-as évek volt Michael Jacksonnak a thriller-je is. Igen. És ugye ott fontos emberrel kezdődik a mozi. A pohárnak kíván utána csinált ezeket a Magyarországon, hogy ezeket a különböző maszk dolgokat, tehát ő is aztán bedolgozott egy csomagban. Egyébként, ez pont a trükkből érdekes, ugye pont a King Kongon átvezetni a trükkök fejlődését. Hogy ugye az első King Kong volt a stop motion, a második a animatronika, a harmadik a CGI, ugye a Peter Jacksonos dolog. Úgyhogy ezek, ha másban nem is az alantas szórakozáson kívül, azért valamivel mindig akartak szolgálni, illetve abban nagyon sokat hozzátettek, hogy a filmek technikai háttere az hogyan változott, hogyan fejlődött, milyen új dolgokat tudtak ehhez kitalálni, hiszen a régi Godzilla filmek mai szemmel írtózatosan nevetségesek. Most régi alatt mit értesz? Az 50-es, 60-as években. De az most őszintén... Persze, egy ember belebújt egy gúnyába, és makett házak között ugrabugrál, és ez látszik, noha akkor azért idézőjelben szintén komolyan vették, hogy úristen, jön ez a nagy szörny, és makettházak, de ma már ezen nevetünk, ebből jöttek ki azért olyan sorozatok, mint amit a Power Rangers, meg nem tudom, volt az Inframan, az már egy film volt, azt meg ahol tényleg ezek róla. Ilyen beleugranak elmezekbe, és akkor mintha nagy, óriás szörnyek lennének, kaijuk lennének, és akkor úgy ugrabugrálnak, és azért a mai filmek azért kétségtelen, hogy nagyon jól néznek ki, tehát hogy tényleg ott van az a monumentalitása, és persze CGI az egész, de valahogy most érződik, hogy ezek ilyen óriási dolgok, és mit tudjuk a tűzgyűrűben, ugye ott óriás robotokkal harcolnak az óriás szörnyek ellen, Guillermo del Toro filmjében, és akkor fogja az óriás robot a hatalmas ajót, és azzal kever le egy hatalmas pofont a szörnynek, azért az ember úgy néz, hogy te jó, hát mit látok egyrészt, másrészt azért ez úgy jó nézett ki. Tehát, hogy jó, hát, de az egy kulna, hogy húz maga után egy óriási ajót. De ez is az, nem érezted azt, hogy úgy szeretnél egy fejbe verni egy szörnyet? Nem, persze, meg nem áll, fizikailag sem működne, tehát szerintem egy ilyen hajót, ha megemelsz, ketté törik, mert nem bírja a saját súlyát talán, de ha úgy lóbálod, nem tudsz vele valakit megütni, mert szerintem már a suhintástól így leltörne, na mindegy, de hogy ez Hollywoodról beszélünk, meg tömegszórakoztatásról beszélünk, és hát ugye természetesen nem csak a művészfilmek vannak, hanem a pénzkereseti dolgok is, és ez abba kell. De úgy látszik, a közösség megigényli, szereti. Kikóban benne van a finomság is, tehát az, hogy a nőhöz nyúl, pici ugye a mikro-makró, hogy a tenyérben, a fajok közti, finom kis izében nem van az erotika. De nem, hanem az egyébként jó lehet. Úgy verekszik, közben fogja, nem nyomja össze. Igen. Van egy olyan jelet, amikor összeüti a Godzillát, és közben meg nem nyomja össze, ott van kezében a nő, és csak kinyitja, hogy itt van. Hogy tudod úgy tartani? Igen, hogy
igen, nem, de igazából így, most nem akarok belemenni a biológiai részébe, hogy egyébként a gorillának van a legkisebb. Tehát amikor mindig ettől félnek... A mancsára gondoltam? Abszolút a mancsára gondoltam, de nem is ez a lényeg, hanem hogy itt nem vittek bele erotikát, itt tényleg egy ilyen érzelmi dolog volt, és nekem is ezért volt több a King Kong, mint amennyit a Godzilla. Hát nekem a 98-as Godzilla volt, ami egyáltalán rá mutatott arra, hogy ilyen van. Tehát, hogy ez az én nyilván szegénységi bizonyítványom. Nem, ez itthon így van. Tehát, hogy az mindenki Európában, keleten természetesen ez sokkal nagyobb hagyománya van, ott tényleg ott egy nemzeti hős valahol Godzilla. De tényleg, és egyébként ezt még nem is mondtam, hogy illetve hát gondolom, aki azért követi a filmeket, illetve mondjuk az Oscar-gálát, azt tudja, hogy idén a legjobb vizuális effektek Oscar-díját a Godzilla Minus One című japán Godzilla film nyerte, ami egy óriási dolog, ugyanis egy ilyen kb. 10-12 millió dollárból, hát számítjuk, dollárból készült filmről van szó, tehát így töredéke, abszolút, bocsánat, töredéke a nagy hollywoodi blockbustereknek, akár ennek az új Godzilla, amerikai Godzilla filmnek a költségvetéséből, de talán jobban is néz ki. Mint ez. Tehát, hogy olyan szintű technikai tudást rakott bele, kivonult az egész sereg az Oscaron átvenni a díját. Voltak vagy 10? Összvisz? Vagy annyi se? Tehát ennyien dolgoztak a teljes film VFX stábja, hát, több száz ember. Mert kell hozzá néhány laptop. Amerikában, vagy Hollywoodban, és ugye pont mostanában, igen. Hát nem biztos, hogy lehet ilyen... Kicsit bonyolultabb a dolog, vagy volt rá elég idő például. És a szándék. Ugye a szándék is egyrészt, meg az idő, a lelkesedés. Ugye nagyon sok kritika éri a hollywoodi stúdiókat, főleg a Disney-t és a Marvel-t, hogy dolgoztatják a VFX szakembereiket, tehát hogy nem alszanak, éjjel-nappal dolgozni kell, nagyon kevés időt adnak nekik, ezért, és ez meg is látszik a filmeken, mert borzasztó a CGI, összecsapott, tényleg Jurassic Park 93-ban jobban néz ki nagyjából, mint a mostani ilyen nagyszabású Marvel filmek többsége, tehát hogy ebből van egy botrány az USA-ban, hogy kihasználják, és milyen embertelen körülmények között dolgoztatják őket, és hát lehet, hogy a Godzilla Minus One-nál ez nem állt fönt például, és ez a sokkal kevesebb ember rendes időráfordítással, valószínűleg normális mennyiségű alvással, ilyen minőségi munkát le tudott tenni, hogy minden hollywoodi blockbustert maga mögé utasítva, amik a jelöltek voltak mellette, el tudott hozni egy ilyen a VFX szakembereknek a legfontosabb díját, az Oscart. Hát jó, lehet, ez egy jó példa lesz Hollywoodnak. Így nem van, tudom, így hogy ezzel van. Tudom, hogy valamit kezdeni, hogy nem akarnak esetleg egy újabb sztrájkba belekeveredni, például. Most a VFX szakemberek csinálnak egy sztrájkot, igen. Figyelj, amiről beszéltünk, melléjük állnak a többi filmes, igen. Tehát ott nem úgy van, hogy akkor az egyik kimegy, és akkor ti tizen vagytok, hát így jártatok, akkor nem állunk. Akkor azok meg lesznek védve, de valószínűleg ezek a szerencsétlenek nagyon meg vannak fizetve, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor most egy évig nem alszom, de nagyon sokat keresek. És nem megy ki sztrájkolni, tehát hogy azért ronda dolog ez, na, de ez a kapitalizmus. Egyéb iránt. Na, de hogy mert te választanál amúgy Godzilla és King Kong között a franchise szempontjából, hogy melyik az, amelyik minőségébb, illetve melyik figura az, akit te jobban bírnál? Hát Kong szerintem azért minőségibb, hogyha a kettő közül kell választani, legalábbis nekem ő mindig többet adott, maga a Kong karaktere is, meg ugye ez az egész, amit ő képvisel, mint a Godzilla, ami tényleg annak is megvan azért a szellemisége a városzúzáson és a szörnyeken túl. De valahogy nekem is sokkal emberibb, és a Kong, Godzilla versus Kong filmben is úgy bennem belül, így az volt, hogy inkább a Kongra drukkoltam, hogy üsse már le azt a nagy gyíkot. Noha, Godzilla meg egyébként elég menő, azért lássuk be, tehát ő meg menőbb, mint a Konga, hogy megjelenik ez az óriás gyík, és akkor ő ugye ilyen atom lehellete van, és ahogy azt kifúj, és azok a hangok, amik beindulnak, és hogy a pikkelyén végigmegy a fény, tehát hogy ilyen rohadt menő egyébként, de a Konga sokkal emberibb, és valahogy azért hozzám is közel állóbb, illetve mondom, az a szellemiség, amit az ő franchise-zal képvisel most már lassan 100 éve, tehát tényleg nagyon durva kimondani, hogy Kong most már 100 éves körül van. Azért én többre tartom annál, persze. De egyébként, hogyha már ugye arról beszéltünk, hogy ezek egymás mellett futottak ezek a dolgok, és ugye a King Kongnak az ilyen technikai evolúcióját is ugye végig mondtad, hogy hogyan fejlődött, ettől függetlenül mindenkinek van ilyen kedvence, szerintem korosztálytól függően, de hogy ugye
Peter Jackson pont azt nyilatkozta, hogy azért kezdett el filmezni. Ő a King Kong miatt kezdett filmezni. És a 33-as King Kong miatt. Pedig hát az is előttünk van, hogy azért annak is van egy darabos mozgása, hogy a Empire State Buildingnek a tetején van, és ott kapaszkodik. De egyébként mai szemmel, nem tudom, egy ilyen 15 éve néztem meg a filmet, 33-as King Kongot, és azt kell mondjam, hogy egy ma is jól néz ki. Tényleg, nem. Tehát ezt most komolyan mondom. Jó, leszámítva, hogy tényleg az, hogy egy 100 éves filmről beszélünk, de hihetetlen, ha belegondolok, hogy azt 33-ban hogy az Istenben csinálták meg. Hogy? Fantasztikus. De ott egyébként makettezte? Tehát ma nem tudnánk itthon. Sima makettezés? Sima makettezés, stop motion technika, de a hátterek, a városban, ahogy ez a kameraszögek, összehozták, a kameraszögek, lentről, igen, oldalt, a beállítások, a kameramozgások. Tehát nem az volt, hogy valami műgorillát fölvittek az Empire State Buildingbe. Nem is úgy nézett ki, mint egy rendes gorilla. Mint a Safety Last, a Herald Droid, amikor felmegy ugye a felhőkarcolra. Úgy azok a beállítások, alul, oldalt, felül, gyönyörűen. Tehát, amikor lóg az órán, vagy az igen. Nem az. Az. Szép tűnás. Szóval nem, tényleg az fantasztikus, szerintem még mai szemmel is az ember föl tudja mérni, hogy az mekkora mérföldkő volt akkor, és mondom, hogy most sem tudnánk ilyet csinálni. Most én 100 év után sem tudnám megcsinálni összegyűjtve a haverjaimat, hogy mondjuk egy ilyesmi. Tehát azért ez valamit elmond szerintem. De Doki meg tudná csinálni, csak elnézést kérne Mártitól, hogy nem volt ideje lefesteni a makettet. Igen, a visszajövőben, akkor mondta, hogy ne haragudj, Márti, a várost így lemakettezte ilyen fehér papírból, ne haragudj, ilyen kezdetleges, semmi baj. Tehát ön elnézően mondja Márti, amikor érted így egy éjszak így alatt. Összedobta. Igen, így összedobta. Lehet, hogy ő meg tudná. Tehát ahol megyünk, ma úgy csak ennek utak, hogy igen, nem érdekel. Utak. 99-ben sikerült fénykard effektet illetően megcsinálni, nagyon büszkék voltunk, de hogy ez is azt mutatja, hogy 99, akkor azért nem tudott bárki bármit megcsinálni számítógéppen. Na mindegy, de hogy a Kong az ettől függetlenül igen, tehát ilyen szinten technikai szakemberek, filmrendezők stb.-ket inspirált, hogy ugye a tömegszórakoztatásba egyébként milyen szellemiséget és milyen egyéb témákat bele lehet tenni. Hát és producereket is inspirált, mert hogy nem véletlenül csinálták meg az újabb és újabb feldolgozását. Ugye már említettük a 70, nem tudom hányos, 76-os? Vagy, ugye, 76-os. Jeff Bridges és Jessica Lange. Mindig kiválasztják az ilyen mutatós színészeinket, mert aztán később az Adrian Brody-val és a Naomi Watts-szal, ugye? Uh-huh. Na mindegy, de hogy szerintem az az érdekes, hogy az adott korszakban éppen milyen a megítélése pont a két nemnek a viszonya. Hogy ez az utolsó pillanat volt szerintem a 76-os, ahol még lehet egy ilyet meglépni, hogy van egy oltalomra szoruló nő, aki egyébként végig egy ilyen Halloween típusú, mert a 30-as évekből vissza egy ilyen kis végig kis a 30-as évekre húzza, igen és ugye az van, hogy tulajdonképpen ez a picit ez a led, hogy mi az, amit kiemelünk egy nőből? Hát, hogy szép. Tehát nagyjából ez a nő, a szép, nem tehát Vilja Veré, bocsánat, a múlt hétre visszautalok, a csaj nem dumál. Tehát ez így elhangzik a rajzfilmben, és ehhez tartjuk magunkat, és hogy a 80-as évektől pedig indult be az a újabb hullám a feminizmusnak, amikor egy ilyen filmet nem lehetett volna bemutatni, megdobálták volna. Hát bocsánat, egy aranyoskám kimondja, hogy milyen bonyolult a 80-as évben nőnek lenni, akkor már nagyon keményen. Hát és ugye, de 2005-ös azt hiszem, ez a Naomi 2005-ös. És tehát, akkor megint ez volt. Ott megint ez van, ez kicsit a 30-as években ruhás, hát, az egész világ az. Pont ezért tette vissza a 30-as években a történet. Hogy ne köthessen bele senki. És még az Adrian Brody-nek az ostoba arca se rontja el, mert szinte nagyon rossz vagyok tőle. A Jeff Bridges-ben az a jó, hogy ő egy ilyen post-Woodstock-os fejott. Tehát a Jeff Bridges-re még egy felmosást ne bíznék, de a Jeff Bridges-nek... Most védjük meg, Gábor! Jeff Bridges-t is kedveljük. Az utolsó mozgatástál jobb film, és mindegy. Tehát én azt gondolom, igen, mindegy, de a Lebowski-ből is valakor, kifejezetten fáj minden perc, hogy túljátsz. Szeretem Lebowski, de ott is túljátsz ezeket. Nem igaz, és olyan, hát milyen a félszeműben. A Boom Bridges sokkal jobb szerintem a tesója, de mindegy. Crazy Heart. Na mindegy. Crazy Heart. Van benne egy ilyen Woodstock-os figura. Tehát ott a 76-osban pont az a jó, hogy a kis coffos, vagy nem tudom, hosszú, tehát ott még ott van ez a régi, ez a Children of the Revolution, ez a kis lázadó figura, aki ugye megmenti ezt a 30-as évekbeli női karaktert.
Tehát ott, ha ott a női karakter ilyen izé lenne, ilyen poncsos, woodstockos nő, hippie, akkor az egész nem jó. Tehát nagyon jó, hogy ott ilyen 30-as évek pedig. Ezt mondom, hogy ott még tulajdonképpen... Törékeny kis izé. Nem, na de azt mondom, hogyha ezt a 80-ba akarták volna bemutatni, akkor nem lett így, ugyanígy, akkor már az újabb hulláma a feminizmusnak, az kikotorta volna a moziból. Igen. És így még működött, így még ezt a lányregényes vonulatát ezt el tudta vinni, mert ráadásul ez most átvitt értelemben olyan, mintha két férfi versengene érte, tehát mondjuk a szimbóluma, mert ez történik, csak hát nyilván ez nem a testiségben jelentkezik, de valóban, amit az előbb mondtál, hogy ugye a tenyerén hordozza, ne? Így van, pontosan. Igen. És hogy ezt óvatosan, tehát egy olyan, tehát egy durva kéz is lehet gyöngéd. Igen, igazi férfi gyöngére emeli, a másik férfi próbálja ugye a magánszintjén, ugye aki szájcba akkor, mint ő, az összes impotens meg ugye a repülőről lövi. Igen. Tehát igazából nagyon jó van ez egy falikus szimbólum van, ugye fel van. Igen. És ilyen stílszerűen a 70-es években a World Trade Center-re így mászik. Van. Így ja, van. Igen. És fontos azért, hogy a World Trade a dolog, ami ugye egy világgazdasági történet, az Empire State, meg a nagykép, ugye, hogy New Yorkot hívják Empire State-nek, ugye? Igen. És azért building, ugye, ez már rendszám is, amire Empire State, ezt kevesen tudják. Na mindegy, szóval az nem a Chryslerrel megy föl. Ha Chryslerrel menne föl, ami egy neogót skyscraper, akkor más lenne az üzenet. Igen. De szinte pont azért, az Empire State-re megy föl, amiben egyébként belement repülő, volt robbanás, nem tudom hány, nagyon sokan lettek öngyilkosak róla, tehát mindenben ilyen legleg. Sőt, a csalás is. És a csalás is gyakorlatilag azzal, ahhoz, hogy a kis így van. Póznával lett a legmagasabb. Így van. Tehát ez az RKO-ban is azt hiszem, az volt a stúdiónak az a reklám, amikor benne volt ez a torony. Na mindegy, tehát hogy annak szimbolikus és nagy jelentősége van, és hogy tényleg az ott megtörténik. És, de tényleg visszatérve a 33-ban hihetetlen, tényleg én is múltkor láttam ezeket azokat a részeket, amik elindul fel. Tehát, hogy, és egyébként ott is az van, hogy nem egyértelmű, hogy hova akar fölmászni, hanem ugye ő választja ki, hogy hova megy fel. Tehát őt nem kényszerítik, hogy felmenjen oda, hanem úgy érzi, hogy, és azt hiszem, hogy talán van egy ilyen, talán a 2005-ös verzióban van, a 76-os verzióban van ilyen, hogy összefüggést lát a szigeten levő magas hegyre, amire felmegy, ugye? Tehát egy szigetre hozzá kell, és ott ugye, és ott aztán be is van vágva, véletlenül gondolkodjunk, hát hogy ez most arra gondol, hogy jaj, tudod, ugye? Tehát, na mindegy, és akkor arra fölindul fel, hogy ott van egy ilyen fajta felmenés. Hát a legmagasabbra igazából. Igen, fölmen a legmagasabbra. De mire 2005-ösben melyikre megy föl? Nem pályasztét. Nem pályasztét. De játszik a történet. De ennyi? Nem volt semmi utalás arra, hogy mert nekünk volt két tornyunk, ami, mert hogy értem, hogy ez a 30-as években hát játszódik. Hát igen, az négy évvel utána. Nem volt. Nem, ilyen szempontból nem. Egyébként érdekes, pont 76-ban épül a Twin Towers, tehát a két itt akkor építették ugye a új volt. Igen. De arra hát... is épült egy film, ugye tudjuk. A... Igen. Kötéltánc, igen. A Joseph Gordon-Levitt megmutatta, hogy egy valós történet, kifeszítette a kis kötelét, és átment egyikről a másikra többször. A Pöti. Igen. Meg van egy film, ami arra fut ki a végén, az a milyen halott képű gyerek játsza. Na, Robert Pattinsonra gondolsz? Igen, az emlékez rá, igen, az is. Az is iszonyú, na mindegy, szóval abban is van egy ilyen izé, igen, és a papa lemegedi föl, és akkor fölmegy, jaj, na mindegy, szörnyű. Az egész, ugye az is van, de igazából szerintem az Empire State-nek annak ez a szimbolikája. Tehát, hogy az a nagyképű, ami Empire-nek hívja azt, ugye? De azt gondolod, hogy ebben a 30-as években volt egy önreflexió? Szerintem abszolút. Az alkotók részéről? Szerintem igen. És nem azt akarták kihangsúlyozni, persze, hogy nekünk mert a Manhattan az egy olyan törzs volt, ugye arról van elnevez a Manhattan, csak levették az albetűt a végén, az ugye a Sioux meg a Navajo között egy olyan tribe volt, akiké volt egyébként az egész félsziget. És nagyon fontos, hogy ugye az összes utca, az perpendikuláris, tehát be van vonalzóva húzva, egyetlen egy olyan út van, a Broadway, ami így megy 67 km hosszan, mert az egy indián ösvény volt. És ezt meghagyták úgy. Tehát egészen a Times Square-től, ami végigmegy, egészen fel a parkig, az a rendes is ösvény. És ez nagyon fontos, ennek ugye a Pathfinder innen jön, tehát hogy az ösvény, hogy mondják ezt a milyen kereső, hogy hívták, ki voltak a Pathfinder, ez egy külön csapat volt, ugye, akik voltak a Trapperök, meg voltak a Pathfinderök. Hát nem, van ennek már, van a minden eszembe itt mindjárt, hogy nem útkeresők, hanem
mindegy, ösvénykeresők, nem tudom én, akik ugye ezeket kitalálták, és azt az egyet hagyták így meg. És szerintem nagyon fontos, hogy a Battery, illetve ez a Ground Zero van, meg ez a Battery Park, uh-huh. az a Tip of Manhattan, hát a déli sziget, az a rész, ugye, az pont arról szól, hogy ugye ott ilyen, tehát azokban testesíti meg ezt a nagy erőt, meg ezt hogy ott vannak a csúcs dolgok, ugye sokkal följebb van a parktól, ugye az Empire State, ugye a Chrysler máshol van, meg vannak ezek az Essex House hol van, tehát meg vannak a jelentősége, és ez szerintem ez fontos, és akkor 33-ban akkor még tényleg a legnagyobb volt, ugye a Flatiron Buildingben megvan, a vasaróház, és hogy megvan, ugye hol, és azért megy oda fel, tehát szerintem annak üzenete van, és egyébként a legnagyobb ilyen dolog, hogy így ilyen lelkismert furdalás, mondjuk, az akkor már van az egész indián heritage miatt. Tehát amit ugye elkövetnek, és ez a fajta Disneyland, ami ráépül. A 30-as években már szerinted hogyne? Ez így megjelent. Hát a White Heat, az abszolút erről szól. Aha. Hát ha fölmegy a végén, ugye azt mondja James Cagney, hogy I'm king of the world, a top of the world, azt mondja a végén, ugye? Tehát ugye fölmegy. Made it ma. Igen, ma, és a mama, ott a mamára, és akkor ő, erről szól a fehérizás. Tehát az ugyanez, csak ott megint kimegy oda föl, a senkiből valaki. Ott ez a Rex Richies, tehát hogy úgy lesz valaki, ez a Rocketeer, ugye, ez a fajta szervezet bűnözésnek a tagja, hogy semmi, mindenféle izé nélkül, semmiből valaki lesz, és azt mondja, hogy ez egy művilág, és ez nem lehet happy end. És szerintem ezért nagyon fontos, hogy a King Kong az megtestesíti ezeket az ilyen, ezek a wannabe-kat. Tehát szerintem ez a wannabe karakter, Amerika mindig erről szól. Így vagy ugye a Western is erről szól, az összes nagy pillér. A Western erről szól, a szervezet bűnözés, és a harmadik nagy pillér a musical is. Tehát mindig van benne egy ilyen karakter, aki a 42. utcában erről szól, a Bandwagon erről szól, a Gold Diggers, mindig benne van az, hogy... Csak nem feltétlenül ez a vége. Nem feltétlenül, persze. Tehát, hogy megcsinálja persze. magát most nagyon rondán szólva, és utána majd meglátjuk, hogy happy end lesz a vége, és megszerzen őt is, mert ezek valamiért mindig férfi karakterek. Nem? Most őszintén? Igen. Jellemzően. De mindegy, nem, ez most nem is érdekes, és hogy vagy pedig az a vége, hát ugye tudjuk, hogy mi King Kongnak a... Igen. Igen. Igen, de fontos, hogy mindig a tragédia, ugye, hogy... Igen, de az ép, ugye... Most a szépség ölte meg a szörnyeteget, ugye, hogy hát volt és a híres végső mondata a King Kongnak. Ha belegondolsz, a Quasimodo az egy ilyen torsz szülött valahol fönn a toronyba, ugyanez. Tehát ugyanez a játék, hogy felmegy, és ott fönt van ilyen torsz szülöttként, ugye ugyanez, aki emberi, de mégis ilyen szörnyszerű, mert nem ember, de mégis ugye annak látjuk. De a fontos, hogy viszont a King Kong szerintem az, amiből lett az ember. Tehát az ép, vagy az a fajta emberszabású, ugye? Emberszabású. És ne felejtsük el, hogy mi ez a nagy csapásuk, azt, hogy külön fejlődés vagyunk. Nem, mi egy fejlett majom vagyunk. Ettől szenvedünk egyébként nagyon sok mindenben, mert állatok vagyunk, a hülyeségek megvannak, megvan az, hogy sokat gondolunk magunkról, de azt gondolom, hogy fejlett majom vagyunk. És szerintem ez egy üzenet. És az ősi dolog jön ebbe az urbanus dologba. Tehát amennyi évkülönbség van közte. Az alapösztönök, amit mi civilizáltunk, épületekkel, meg szép ruhákkal, az valójában ugyanaz, csak ő kimondja azt, amit így akar. Így van, és szerintem a Godzilla, amit a Gábor, az egész dolog, ez a japán, az meg onnan jön. Van az ősi japán, ugye, meg ez a nagyon, és oda bejön ez a prehisztorikus, brutális, nem tudom, Devon, vagy nem tudom honnan ez a gyík, ugye, uh-huh. ami szétszeli ezt a mű új Japánt, és ott van a régi Japán. Egyébként szerintem az első Godzilla-ban, aztán van talán valamilyen animált, nem is tudom, 20-as, az is 30-as évek, 28, ne, valami ilyesmi, már talán színes, ott is az van, hogy mindig miket tép szét, a vezetékeket tépi szét, ugye, ezeket a mindig szikrázik, meg minden, tehát szétüti magát azt, ami minket civilizáltát tesz. És egyébként nekem eszembe jutott, volt egy zseniális reklám, be is tiltották egyébként, az igazi képmutató Európa betiltotta a rendszerváltás környékén, és sose fejtem el, akkor voltak még jó reklámok egyébként, aránylag hosszú, meg sztorival, meg jó reklámok voltak, az összes autóreklám jó volt, nem volt képmutató mert semmelyik. Ez mi anyag? És ott volt egy olyan reklám, amikor egy család bennül és tévézik, és egyszer csak jön egy gorilla, és bejön, és kitépi a vezetékeket, stb. Tök sötét, és elmegy tovább. És ez egy zseniás reklám volt. Hm. És azt hiszem, a British Petrolnak volt egy reklámja. Hm. És nem, sehol nem, a Sky Channel-on volt egy, a Super Channel, és levették. Pedig egy zseniális dolog volt, és bennül a család, mindenki rémülve, tök sötétben, nincs tévé, semmi nincs, és a gorilla szépen elment tovább, és megy tovább, mint egy őserdőben benne, és széttépte a lakásban levő vezetékeket, és elment tovább. De ezzel mi volt a baj? Nem, hát kérdezd őket. Nem, most komolyan. Szerintem zseniális utalás volt. Tehát arra utal, hogy és semmi izé nem volt benne semmi, egy ilyen visszahatás, hanem csak az, hogyha nincs elektronika, akkor bajban vagy. Te ugyanaz vagy, semmiben nem vagy a másik, mint én, ott ülsz a sötét. És zseniális volt. És az egész volt, mit tudom én, egy perc hosszú, vagy fél perc, semmi. Csak hogy benne ülnek, és néznek egy ilyen filmet. Tehát pont az, hogy egy ilyesmit néznek, és hogy félnek, a popcorn, stb. Ez csak bejön, és bejön egy brutális, akkor nagyon jó megvan csinálva, hogy össze van
ahogy mondtál. Azt valószínűleg ezért, mert hogy félelemkeltő volt. Ja, akkor hát na, jó, mindegy. Igen, kitépés, szóval. Elmegy tovább, és akkor nagyok üljön, és ott, hogy ott ülnek, és akik meg sem mennek mozdulni, és tök sötétből a család, szent család, ugye, aki, akiért az egész világ van, és a gorillák, stb. Illetve a másik ilyen gorillás, emlékeztek, az is a szintén nem merik, most a neten időnként megmutatják, amikor egy ilyen hülye iskolai csoport, hülye gyerekek, ott egy ilyen zúban, ott van a gorilla, háttal ül nekik. És mindegyik ott meg ilyen arcokat vágnak, meg tehát próbálják, hogy ezt tudod, szokták mindig a majomkodnak, hogy ez a monkey business. És így tolják, és akkor Walkman-t hallgatnak, és akkor egy kislány van, aki nem hülye, összes gyerek elmegy, és akkor fogja ez a kislány, és akkor bedobja a Walkman-t ennek a gorillának. És akkor fölvrak, és mi megy? I want to break free. Gyönyörű. És akkor így néz, és akkor a kislány megy, integet, és akkor néz utána így, és hallgatja a Walkman-t. Szóval vannak ilyen jó dolgok. Szóval ezek jó. Na most ezt már szintén levették. Ez az akkori 95-ös volt ez, még a régi Walkman, a Sonynak volt ez, és azt is levették. Hát de az már lehet, hogy az meg ilyen generálta volna, az egyébként is mindig megy, hogy miért kell ezeknek ott bezárva meg, mert tényleg egyébként. Én például, hogyha nagy ritkán elmegyek az állatkertbe, a főemlős részt mindig kihagyom, egyszerűen annyira nyomasztó, hogy nem azt mondom, hogy a majmok bolygója jött az eszembe, hogy ők meg kitömték az embert és odarakták, mert hogy de azért igen. Látjuk az analógiát. Igen. Én emlékszem, gyerekkoromban volt egy csoport a iskolában, és ott ült a gorilla, konkrétan úgy ült, mint bárki feltett lábbal, egy almát evett, de hát ahogy eszünk egy a fogta, körbe rágta, tehát ráadásul lehet, hogy azt még így, igen, ilyen féloldalasan nekünk, és akkor így esküszöm, hogy így volt, ilyen kicsit kinézett ránk, mert ezt látja egész nap, hogy ezek a hülyék jönnek, mennek, megállnak, majomkodnak, és az a tekintetében, nyilván ezt már az ember belelátja, de valahogy az volt ez az unalom, meg a szánalom, meg és visszafordult így az almájához. És valami olyan fájdalmas volt, és valószínűleg ezért van, hogy ugye találunk kapcsolatot King Konggal, Godzillával kevésbé, már csak a biológiai rokonság miatt. És ne felejtsük el, hogy az egyik legszebb nonverbális film, 92-ben Ron Freaknek a barakája, mivel kezdődik, hogy ülnek ebbe a meleg vízbe Japánban azok a majmok, és aki nézi, így lecsukja ezt egyiket kicsit, és nézi ezt a sok hülyét, hogy megy ott a metron, hihetetlen össze van vágva, emlékeztek, és gyönyörű Dead Can Dance zenéje, Lisa Gerrard, akkor még normális zenéket csinált, normális filmekhez, és zseniális volt az a Dead Can Dance, akkor még Dead Can Dance volt, nem külön Lisa Gerrard szóló. És ahogy ott ül, és így nézi a majom, abban benne van minden. Tehát az, ahogy a halál nyugalom, hogy nézi, hogy ott ülnek a metron, mennek, pörögnek hangyaként, utána meg csirkeként válogatják őket, emlékeztek a válogatás, hihetetlen, meg a taxik mennek, tehát a Ron Freak, a zseniális, nagyon jó, a Kovajakadzinak ugye a továbbgondolás, a Nagoyakadzi, Kovajakadzi, ugye az még eredetileg még ezen volt, segíts már, a Coppola ötlet volt, és akkor utána ezt megcsinálják, nagyon jó, igen, Philip Glass zenével, utána a Ron Freak 92-ben elkészíti a Barakát, Világok arca, azt hiszem ez utolsó a címe. Világok arca. Igen. Baraka, aztán a Samszárát is elkészíti, mert nem jó egyébként, de nézhető egyébként, de a Ron Freak valahogy nem tud elengedni ezt a témát, és akkor megcsinálta a Samszárát is, na mindegy, de ez a nonverbális filmben, ez így egy kezdődik, és az első két percben benne van ez a majom, hogy így ül, és így csöpög így le, így a forró vízbe így ül, halál nyugodt, és így néz, tehát abban benne van minden. Igen, neked, amit most mondtál, a majmok bolygója. Hát a majmok bolygója. Most májusban jön az új majmok bolygója film, annak kapcsán majd szerintem akkor érdemes egyébként beszélgetni. Én szeretem az új majmok bolygója filmeket egyébként. Én a régiből az elsőt szeretem. Tudom, majd hogy ez ilyen... Inkább majd akkor beszéljünk róla, szerintem, amikor aktuális lesz a mozikban, mert az is egy külön téma, de lesznek hasonló kapcsolódási pontok. És hát 68-ban Kubrick a Ürödösszeget is itt kezdi. Igen, ne felejtsük el. Igen. Hát ilyen ős és a monolita emberekkel. Igen, de mondjuk az az érdekes, hogy miközben ugye megtaláljuk ezeket a tényleg szép utalásokat egy klasszikus King Kongban, most meg az, hogy átment ebbe a tényleg csak romboljunk, mert tényleg az a fajta fogyasztói kultúrát, vagy fogyasztói igényeket kielégítő King Kong és Godzilla lett ebből, hogy ez a egyrészt crossover, mindent rakjunk össze, mert akkor még nagyobbat lehet zúzni, és akkor gondolom olyan szereplők is vannak benne, mint a
ahogy már az említett Dwayne Johnson típusú emberek, hogy azért mégiscsak... Hát vannak színészek, és ráadásul ilyen egész ismertek is vannak bennük, de, de valahogy mindig elsikadnak. Tehát ezekben az új Kong Godzilla filmekben teljesen felesleges kellékek az emberi szereplők. Tehát azt mondom, hogy próbálnak beléjük rakni valakit, hogy segítenek ezzel azzal a szörnyeknek, valami hatásuk van a történetre, teljesen feleslegesek, általában elassítják a filmet, és az emberek úgyis a Kongot, meg a Godzillát és az úzást akarják nézni, legalábbis ilyen kritikák jöttek, talán a legutóbbi filmben próbáltak el egy kicsit jobban odafigyelni, de, de egy ilyen filmben ők, a színészek, igazából csak ilyen kellékek. Igen, de ezt nem értem, hogy ez ugyanaz, mint a horrorfilm esetében, hogy már nagyon sokszor láttuk, hogy ijeszgetnek minket, meg folyik a vér, meg elnézés, és itt meg az, hogy nagyon sokszor láttuk, hogy megveri az egyik a másikat, de újra meg akarjuk nem nézni. Igen, tehát ez nincs tartalom. Hát valami plusz mindig próbálnak belerakni, hogy ez összejön, vagy sem. Mit mondtam? De most egy új világ bugot hoztak be a legutóbbi részben, és most ugye a belső föld, a földben van egy másik világ, stb. Ami egy régi teória, ez a Hollow Earth, és akkor ezt behozták ide is, és onnan erednek ezek a lények igazából, ezek a titánok, ahogy itt nevezik őket, kajicsuk, tök mindegy, és most az új filmben ezt jobban ki fogják bontani, és már valószínűleg ez a szokásos dolog, hogy ugye az, ahogy más példányok is a fajukból. Igen, ez az üresség, de a tartalom nélkül tartalmatlanság. Hát ez amit is. Mondta, ez, mint a gitár, Ben Hur és King Kong. Ezek már kevésbé rendelkeznek azokkal a témákkal, amik miatt elindult egyáltalán a Kong és a Godzilla. Annak idején volt, aztán a Samuel L. Jacksonnal volt a mik a fedélzeten? Kígyók a fedélzeten? Kígyók a fedélzeten. És hogy az akkor már ilyen félpoénnak ment? Az egyértelmű vagy poénnak. Ez egy ilyen direkt B kategóriás cucc akart. De egyébként olyan nagy ívűt, mint a Godzilla, meg mint a King Kong tudunk mondani, mert ezeken mi röhögtünk most az előbb a Sharknado, meg a Hát rombolás. Ami mozikba került a szintén említett Meg, az egy nagyszabású hollywoodi film volt, ami több száz millió dollárt hozott, még elképesztő. A második része hát, is. Komolyan mondom, nagyon nézett volt. Tudományosan néz benne. Jason Statham? Hát már amennyire. Hát igen, meg a lábával nyomja vissza az úgy. Mindegy. Jó, abban is sok ázsiai pénz volt, és Kínában nagyon-nagyon sikeres, megismert. Ott van a tűzgyűrű, szintén említettük, Guillermo del Toro-tól, az is két részt ért meg. Szintén azért az erősen rámegy a japán vonulatra, a kaiju, meg a jéger, ugye azok a robotok, a vadászok, jégernek hívják őket. Vagy a szintén említett Rampage, ami egy videójátékból készült. Tehát azért előfordul, hogy nem csak ezek a B-kategóriás Asylum-féle tévés szemetek jönnek, mint a Sharknado, meg a homokcápák, meg a, én nem tudom már mi van, szellemcápa is van, minden van. Sharktopusz is van. Polipcápa. Úgyhogy tényleg már csak itt már valószínűleg összegyűlnek ilyen brainstorming, hogy milyen kreténség nem volt még. És valószínűleg ott van Eric Cartman, mert aztán volt egy ilyen epizód, hogy minden, mert azt mondta, hogy legyen Rob Schneider a főszereplő, és akkor biztos bejönnek az emberek, és egyébként tényleg így működik a dolog. Az a bajuk, hogy nincs még egy ilyen kultikus figura, mint a King Kong meg a Godzilla, mert így tudnak rá franchise-t építeni. Tehát ez a bajuk, és ezért van már, hogy igen. A Monster Verzi. Sőt, azt látom, hogy még a Bosszúállókba is ezt a vonalat hozták be, nem tudom már melyik epizód volt az, de lehet, hogy nem Bosszúállók volt, hanem valamelyik konkrét karakterhez kapcsolódott, aminek a végén szegény vasember eléggé így megzuhant, mert ugye bekerült oda sötét, meg mind, de lehet, hogy Dr. Strange, nem? Volt egy ilyen nagy fém, mert ezzel már azért a modern korra mutatunk, lény, aki törd, zúzott a városban, mint egy ilyen légben mozgó... folyékony fém, mint a Terminátorban? Nem folyékony, csak hogy olyan apró részekből lenne összerakva, mint hogyha a gyűrűs féreg lenne. Ja, ez a Bosszúállókban volt. A lebeget? Az első Bosszúállókban. Első Bosszúállókban. Na, tehát azt mondom, hogy szerintem abba szándékosan ugyanezt a dolgot vitték be, hogy ja, hogy szeretitek nézni, hogy leromboljuk a város. Hát akkor mi is le tudjuk rombolni a város CGI-ja, nem? Persze. Hát amióta a CGI van, azóta nagyon gyakran, és egyre gyakrabban, és most már tényleg úgy nézünk rá, hogy tehát nem úgy, amikor a Twisterben egy ház egy gurult, akkor azt tágra mellett, úristen, mit látok? Egy gurul, egy ház. Ja. Ez hogy? Meg a Tremors. Meg a Dante Poklában, amikor kitör a vulkán, és így elviszi a várost. Úristen, mit láttam? 90-es években, a függetlenség napja, stb. Így bámultunk, néztünk, hogy mire képes ez a technika. Ma már
egyszerűen csak így legyintünk, vállalt vonunk, hogy megint lezúztak egy na, de akkor viszont ez zsákutca, nem? Hát azt valamit ki kell találni, mert ez most hát már nem... Vissza az mondjuk az történetet írni esetleg. Én például. Filmet csinálni, igen. Tehát mondjuk videójátékokat lehet. Karaktereket írni, történetet írni, amit kiegészít a látvány. Nem a látvány. Nem a látványról szól. Persze. Nem a látványról szól, hanem egy fontos igen. része. Én szerintem a Dűne például azért jó, vagy a Christopher Nolan filmek, stb., mert ott látványos filmek, de van egy forgatókönyve, amit jól megírt, és az akció annak szerves része, amit a látvány, a fantasztikus látvány kiegészít. Jó, hát tulajdonképpen ez ugye úgy néz ki, és ezzel el is értünk a műsor végére, mert hát a Dűne 2 ugye moziban, a Dűne 1-et már láttuk, és egyébként meg olvassátok el a könyvet, mert ez pont elegendő. Már, bocsánat, én nekem elegendő. De olvastad? Én olvastam a Dűnét, persze, és én nekem nem tetszett. Tehát, hogy, nem? De nem, jó, mindegy, azért, mert nem volt benne élet. Tehát én azt a science fiction szeretem, amilyen mondjuk az Érkezés. Tehát legyen benne emberi, már úgy értem, hogy érzések. Tehát, hogy igen, hát az ötödik elemet sem szeretem, de az Érkezést, azt igen, az egészen megrendítően szép. Mindegy, szóval, de itt is forgatták a Dűnét, úgyhogy ha más nem, akkor ezért nézzék meg a népet, mert nem? Jó is. Meg akkor jó, nem tudok a másodikról nyilatkozni, mert nem volt motivációm, hogy megnézzem a másodikat. Hát, aki a műfajt szereti, annak tetszeni fog. De tény, hogy az első rész nagyon profi meg volt csinálva, szóval jó sok homokot több vittek valahová. Több van azért, bőven igen. több ebben a filmben, mint a látvány. Mint amennyit én látok benne. Na, úgyhogy szerintem majd ezt is megszavaztatjuk. Kong, vagy pedig Godzilla? Meglátjuk, hogy aki a videó alá ír, hogy melyiknek van nagyobb támogatottsága. Itt nálunk 3-3, igaz? Tehát mindannyian inkább King Kong, ugye? Úgyhogy akkor majd meglátjuk, hogy mennyire támogattok minket, illetve King Kongot. Ez volt már a Full HD Klub, én Tímár Ágnes vagyok. Szöröskei Gábor. Márdos Csaba. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.